Jó reggelt kívánok! Mai vendégünk Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője, aki a közvéleménykutatásokkal foglalkozik. Most jelent meg a hétvégén a Nézőpont Intézet legújabb felmérése. Mik a tendenciák a pártok támogatottságában? Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm én is a nézőket! Most egy nagyon, nagyon régóta tartó stagnálás után most végre egy nagy változásnak lehetünk szemtanúi. Tehát most már azért ki lehet jelenti, hogy különböző 1-1 százalékos mozgások után most már trendeket is lehet látni. Itt azt lehet tapasztalni, hogy a Jobbik a 2014-2018-as cikluson belül most először a teljes népességen belül 10 százalék alá esett. Tehát nyár óta folyamatosan 1-1 százalékokat mindig csökkengettek, és most meg már kirajzódik az a vonal, ami már biztosnak mondható, hogy ez már egy erőteljes visszaesés. És emellett azt lehet látni, hogy aki leginkább profitálni tud ebből az összezuhanásból, az az LMP. Tehát az LMP pedig egyre inkább növekszik, és egyre szervezettebbé válik, és ezért egyre népszerűbb. Maradjunk egy kicsit a Jobbiknál. Mely társadalmi rétegek pártoltak el a Jobbiktól az utóbbi hónapokban? Azt lehet látni, hogy a Jobbik egy néppártosodási stratégiát akar bevezetni. Mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a néppártosodás ugye az azt jelenti, hogy minden társadalmi csoportban egyenlő támogatottságot szeretne a Jobbik megvalósítani. Hát ezt úgy sikerült elérnie, hogy még azokban a társadalmi csoportokban is veszített a népszerűségéből, ahol eddig erős volt. Tehát pont, hogy itt a fiatalok és a szakmunkások között esett még vissza az a támogatottság, ahol egyébként valamelyest jól be voltak ágyazva, de most már az eddigi szavazói csalódtak bennük. Most már azt látják, hogy az a Jobbik, aki régen volt, az már nem ugyanaz a Jobbik, tehát ráadásul azt lehet látni, hogy a Jobbik egyrésztről a bal oldalra folyamatosan kikacsingat, másik oldalról pedig még mindig megvannak azok a szélső jobboldali eszmék a pártban, amik miatt viszont a bal oldal számára nem lehet szimpatikus, szóval teljes identitásválságban van a Jobbik. Említett az LMP-t, ők honnan, milyen társadalmi csoportokból tudtak újabb szavazókat szerezni az elmúlt hónapokban? Az LMP-ről azt lehet látni, hogy elég erőteljes vidéki támogatottsággal szeretne bírni, tehát a vidéki támogatottság az még alacsony volt, és most már ott is azért szimpatikussá kezd válni a párt, de azért alapvetően a baloldalról is tudott még a többi baloldali párt eddigi szavazótáborából tudott még vonzani pár embert. Tehát azt lehet látni, hogy egyre inkább a vidéki szavazóbázis alatt, itt most elsősorban én inkább megyei jogú városokat és nagyobb városokat értenék, mert kisebb településeken azért még az LMP az még mindig szinte észrevehetetlennek mondható. De hogy már nem csupán csak budapesti pártként beszéltünk az LMP-ről, hanem igenis van már a nagyobb megyei jogú városokban is egy-egy helyen olyan szervezet, ami már élő embert is fel tud mutatni, mint LMP, és nem csak az, hogy akkor Szél Bernadett ott van a tévében, és akkor valakivel lehet szimpatizálni, hanem igenis mind Budapesten, mind pedig a nagyobb városokban már lehet olyan szólamokat hallani, hogy az LMP-hez hogyan lehet viszonyulni, ki az, aki esetleg ott helyben tudja irányítani a pártnak a koordinációját. És az nagyon fontos, még ugye azt is említettem, hogy a baloldali pártoktól is tud átvenni szavazókat. Itt ugye a baloldal nagyon erős az átszavazási hajlandóság, tehát mind az LMP-től a többi párt felé, mind pedig a többi párt felől az LMP felé van egy ilyen kölcsönös szimpátia, amit most az LMP tudott kihasználni a szervezettségével, őszinteségével és a hitelességével. Mennyire stabilak ezek a pártpreferenciák? Azt mondja, hogy erősek az átszavazási hajlandóságok. Nem lehet az, hogy egy kampányidőszakban ez mondjuk alapvetően újra átrendeződnek az erőviszonyok? De abszolút lehet, tehát azért is akartam ezt kiemelni, mert ez azért nem egy stabil, minden probléma után is megmaradó tábor az LMP-nél. Ez most tulajdonképpen egy kampány egyébként nekik. Azt lehet látni, hogy az LMP az egyik legsikeresebben kampányoló párt az utóbbi időszakban. Tehát látszik, hogy vannak üzeneteik. Ugye most gondoltunk mi erről bármi, de mondjuk Paks 2-nek a megépítése, elleni határozott fellépés az egy olyan dolog, amiről pont, hogy azért az embereknek van véleménye, mindenkit érinteni fog, és ők képviselik az egyik oldalt, hogy ezt nem kéne megépíteni, és ezt nem szeretnék. Akkor a másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy őnekik van női miniszterelnök jelöltjük. Ez is egy olyan különlegesség, amihez ugyanúgy lehet viszonyulni, tehát lehet ezt elítélni, lehet szélben előttről valakinek rossz véleménye, de legalább van véleménye az embereknek róla. Tehát Siffer Andrást ugye sokan szerették, főleg az értelmiség körében, akár a jobb oldalon is nagyon népszerű volt, de valahogy ugye az átlagember nem biztos, hogy be tudta fogadni olyan szinten, mint most esetleg Szél Bernadettet, aki mondjuk egy hölgyként
teljesen más színfoltja a magyar politikának. Említette, hogy Szél Bernadett miniszterelnök jelöltsége egyelőre sikert hozott az LMP-nek, sikert hozhat az MSZP-nek Kunhalmi Ágnes esetleges miniszterelnök jelöltsége is? Nem tartom kizártnak, hogy sikert hozhat. Talán az időzítés az egy kicsit elcsúszott. Lehet, hogy egy kicsit korábban kellett volna ezt meglépni, de alapvetően azért még mindig az, hogyha egy nő van a porondon, az hozhat plusz szavazatokat, mert igenis látszik, hogy a társadalomban van azért erre igény. Nem olyan hatalmas igény, hogy csak ez önmagában meg tudna fordítani választásokat, de mondjuk az LMP visszaszorítására mondjuk lehet, hogy pont alkalmas lenne pont azokat a szimpatizánsokat visszaéresgetni, akiket az LMP mondjuk ezzel elhozott. Maradva az MSZP-nél, hogy áll a bal oldalon a DK-val való támogatottsági verseny? Ki most éppen az erősebb az önök felmérése szerint? Igen, most pont azt lehet tapasztalni, hogy ezek a nagy tektonikus mozgások oda vezettek, hogy tulajdonképpen három középpárt van a bal oldalon, tehát az MSZP és a DK és az LMP is közel hasonló támogatottsággal rendelkezik. Tehát az MSZP-DK versenyben egyértelműen most már döntetlen közeli állásról lehet beszélni. Nem lehet azt mondani, hogy az MSZP kiemelkedően vezetne például a DK előtt, ezért nagyon nehéz alkupozícióban is van egyébként. Ezért is próbálnak most lépni, valószínűleg itt a Kohalmi Ágnes előtérbe helyezésével próbálnak valami újat mutatni, és próbálnak valamilyen igazodási pontként, ahogy az előbb is már itt felvezettük, valamilyen határozott kiállással és határozott véleménnyel lépéssel előrelépni. Úgyhogy azt lehet látni, a DK-val szemben egyre kisebb az alkupozíciók, egyre rosszabb. És most már egy szinten vannak, úgyhogy valószínűleg nagyon gyorsan meg kéne egyezniük, mert a trendek azt mutatják, hogy a DK erősödik, az MSZP pedig gyengül. Most maradva szintén még a baloldalon, a többi kisebb baloldali pártnak mekkora támogatottsága, és milyen esélyük van ebben a nagy közös megegyezésben a pozíciókat fogni? A Momentum mozgalom nagyjából ott a bejutási küszöb alatt 1%-kal helyezkedik el, tehát pont azon a határon van, hogy egy nagyon jó kampányon esetleg akár még be is kerülhető nálam a parlamentbe. Tehát őnekik mindenféleképpen érdemes lehet azt a stratégiát követni, hogy különállóan, külön identitással rendelkezve azt mondják, hogy ők az új erő, és hogy ők még hitelesek, és ők még egy új pártként meg tudják váltani ugye a jövőt, és megváltoztatják a magyar politikai rendszert. Tehát a Momentum mozgalomnak reális esélye van bejutni a parlamentbe egyedül. A kétfarkú kutya párt esetében ezt már nem nagyon lehet így látni, de talán ami kicsit komolyabb történet, az Együtt PM, ők ugye már közös választási együttműködésre is készülnek. Ők még közösen se tűnik úgy, hogy az 5%-ot elérnék, nem hogy esetleg hogyha egy olyan konstrukcióban indulnak, hogy mondjuk 10%-ot kéne elérniük, ugye már hogyha két pártként indulnak, akkor 10%-ot kell elérniük, de valószínűleg azért össze fognak olvadni valamilyen szervezeti szinten, úgyhogy lehet, hogy elég lenne nekik az 5% is, de ettől is még nagyon messze vannak. Ennek ellenére ők azt hangoztatják, hogy nem kívánnak az MSZP-vel közös listán együtt indulni. Ugye múlt héten egy másik televíziós stúdióban pont Juhász Péter mondta azt, hogy ők nem akarnak közös listát a szocialistákkal. Igen, mennyire hozhat nekik ezek plusz százalékot ez a különálló pozíció? Igen, én is láttam ezt a műsort, de csak utólag, mert ugye elég nagy botrányt kavart, hogy bement Juhász Péter egy beszélgetésbe és megzavarta a műsort. Én úgy látom, és igazából a számokból tudok én is csak következtetni, vagy esetleg főképp, hogy ez a botránypolitizálás, ez egy szűk réteg számára, tehát lehet, hogy Juhász Péter kis mikroközösségének ez nagyon szimpatikus, és most nagyon menő volt, hogy akkor belépett az ATV stúdiójába, és jól megmondta Harangozó Tamásnak, hogy mi a véleménye. Ez egy kis közösségben nagyon előnyös is lehet, de a nagy tömegek számára ez mindenféleképpen visszás. Tehát ez a Juhász Péter által ugye a fütyülgetés, hogy a különböző rendezvényeket megzavarnak, provokálnak, tulajdonképpen agresszívek, azért azt is lehet mondani. Ez egy kis radikális csoport számára szimpatikus, akiben elég nagy frusztráltság van, főleg gondolom egzisztenciális szempontból. Őnekik ez fontos lehet, és ez levezetheti a feszültséget, de hogy tömegpártként, tehát lehet, hogy még az MSZP járna jól azzal, hogyha nem az Együtt elindulnának közösen, erre akarok kiukadni, hogy ők egy ilyen radikális, hát középre akarják magukat pozíciálni, de amúgy még nagyon radikálisak, úgyhogy nagyon érdekes pozícióban vannak, ez nagyon nem szimpatikus az embereknek. Mennyire tűnik reálisnak az, hogy ez a kisebb pártok, majd két farkú kutya párt, Momentum, Együtt,
együtt PM, mondjuk ők hoznak létre egy választási pártot, választói tömböt, mert ugye a számok alapján ugye nekik 15%-ot kéne elérniük, hogyha közösen indulnának, az egyelőre még távolnak tűnik. Igen, én szerintem stratégiailag a Momentum mindenképpen rosszul járna azzal, hogyha az együtt PM-mel fonna össze. Tehát ők azért ilyen csúnya szóval élve összegyurcsányozták már magukat 2014-ben, és akkor már ez a hitelesség és ez az újítás, mint amit a Momentum mozgalom próbál behozni a magyar politikai közéletbe, ez már nem lenne valós és nem lenne hiteles. Úgyhogy én úgy látom, hogy az ő részükről ez nem lenne egy jó lépés. A kétfarkú kutyapárttal összefogni, ugye a kétfarkú kutyapárt, hogyha Budapesten önálló jelölteket indít, akkor pont arra lesz jó időzőjelben, hogy meggátoljon mondjuk egy-két baloldali győzelmet, tehát őket lehet, hogy érdemes lenne valahogy bevonni egy együttműködésbe, de hát ugye ők is nagyon határozottan külön indulás pártiak, tehát ez ilyen szempontból rossz helyzet. Menjünk a politikai térfél másik oldalára. Mi a helyzet a kormánypárt támogatottságával? Hogyan alakult az elmúlt hónapokban, és mit mértek most? Igen, azt lehet látni, hogy a kormánypártok azok 2015 ősze óta nagyon stabilan nagyjából a társadalom egyharmadát fedik le, és a társadalom egyharmadának a szimpátiáját bírják. Most azt lehet látni, hogy még tovább tudtak emelkedni, tehát most 1-2 százalékpontról beszélünk, de ez így is nagyon fontos, mert úgy láttuk, hogy mintha eddig azért lenne valami plafon a kormánypártok támogatottsága fölött, de úgy látszik, hogy az utóbbi hónapokban a nyugdíjprémium kifizetése, vagy az Erzsébet utalványok kiutalása, tehát ezek a közhelyzetjavító intézkedések, ami a gazdaságpolitikának azt a részét testesítik meg, amit nem csak az emberek ugye a GDP adatokból látnak, vagy az államadóság csökkenésből, hanem az, hogy igenis az embereknek is jut pénz. Ezek most már olyannyira érezhetik hatásukat, hogy pont ezekben a rétegekben, tehát az idősebb korosztályban, valamint a kis közösségekben élők között tudott erősödni még tovább a Fidesz-KDNP. Ezért most már van egy ilyen pártpreferencia becslésünk, hogy most vasárnapon lennének a választások, milyen eredmény lenne, és ott már 48%-ot mértünk most a Fidesz-KDNP-nek. Utóbbi hetekben több cikket is olvastam, több közvéleménykutató is megszólalt, hogy felülmérik a Fidesz-KDNP-t. Ön szerint ez mennyire valós probléma, hogy felülmérik a kormánypárt támogatottságát? Mert ha megnézzük a választási eredményeket és a közvéleménykutatási eredményeket, valóban látunk minden intézetnél pár százalék eltérést fölfelé. Igen, ez egy valós veszély, és pont ezért ugye 2002-ben volt ez egy nagyon nagy probléma, hogy a Fidesz-KDNP-t nagyon felülmérték a választásokon. Pont ezért mi kidolgoztunk egy olyan rendszert, hogy a rejtőzködő szavazóknak a preferenciáját is megbecsüljük, tehát ez egy szakértői becslés igazából, amit mi minden hónapban kiadunk. A többi kutatócég ők azt csinálják, hogy a biztos szavazó pártválasztóknak az eredményeit mutatják be, ahol ugye a rejtőzködőket egyáltalán nem becsüljük meg, és aki biztos szavazó, de nem mondja meg, hogy kire szavaz, nagy részt ők ellenzékiek. Őket ők kiveszik a mintából, és azt mondják, hogy akkor a Fidesz-KDNP 59-60% ilyeneket lehet hallani. Nem akarom becsmérelni őket, nekik nincs idejük vagy energiájuk arra, hogy megcsinálják a szakértői becslést. Mi fordítunk erre is időt, és pont ezért mi azért az 50%-os határ alatt mérjük folyamatosan a Fidesz-KDNP-t. Azt lehet látni, hogy a Nézőpont intézetnél azért alacsonyabb, pont azért, mert nem akarunk beleesni abba a hibába, hogy mint korábban azért fölülőjünk folyamatosan. És mi a rejtőzködő szavazókat is megbecsüljük, és a rejtőzködők közül nagyon sokan ellenzékiek, és pont ezért itt azért arra lehet számítani, hogy nagy részük, aki biztosra mondja a választási részvételt, az valamelyik baloldali pártra fog szavazni, de azért nyilván a Jobbiknak is van még valamekkora tartaléka közülük. Meglepő volt számomra, két héttel ezelőtt publikáltak egy budapesti felmérést, ahol szintén maga biztos Fidesz előnyt mutattak. Ott nem érzi, hogy valamilyen mérésükben történik, mert megnézzük a budapesti választási eredményeket, most csak a időközi választásokat nézem 14 óta, hát nem sok jó eredményt ért el a Fidesz. Azért az időközi választási eredményeken ugye Újpesten. Igen, Újpesten veszített ugye a Fidesz-KDNP, de ha megnézzük mondjuk a népszavazási eredményt, azért Budapesten is nagyon magas volt a részvételi arány, és hogyha nyilván nem lehet behelyettesíteni az igen szavazatok arányát, pontosabban tehát a
kormány álláspontja melletti szavazatok arányát a, egy kormánypárti szavazatnak, de ezt ugye azért egy felső határnak nevezhetjük a Fidesz-KDNP esetében, és országos szinten 3,3 millió szavazó volt, és most Budapesten nem tudom egészen pontosan, hogy mennyi, de azért Budapesten is elég markánsan 35-40% körül volt azoknak az aránya, akik a kormány álláspontja mellett szavaztak. Úgyhogy a migráns kérdés, amíg ennyire domináns, addig mindenféleképpen van a Fidesz-KDNP-nek Budapesten is keresnivalója, és valóban az országos eredmény közelében mértük most a Fideszt is Budapesten, pont ezért, mert egyrészt a migráns kérdés még továbbra is az egyik legfontosabb belpolitikai kérdés, másrésztről pedig tényleg folyamatosan csapódnak le a magyar társadalomban ezek a népjóléti és közhelyzetjavító intézkedések, ami miatt vagy az eddigi bizonytalanok azt mondják, hogy akkor nem szavaznak inkább senkire, akik mondjuk ellen érzéseik lennek mondjuk a Fidesz-KDNP-vel szemben, vagy pedig meggyőzte őket a kormány arról, hogy igenis az a politika, amit folytattak, ez jó. Az önök mérésében mennyiben jelennek meg azok a politikai erők, akik teljes mértékben a parlamenten kívül vannak? Gondolok itt a Munkáspártra, vagy akár Seres Mária mozgalmára, vagy akár egyre többet lehet látni, például a Facebook kampány folytat egy Európai Alternatíva nevezetű párt. Tehát, hogy ezek a parlamenti és média jelenléttel sem bíró pártok mennyire jelennek meg az önök felméréseiben? Hány százalék támogatná ezeket az erőket? Hát itt töredék századékokról beszélünk, itt ugye 1000 fős felmérést szoktunk végezni telefonon, 2000 fős személyesen, és a pártpreferencia kérdésünknél van egy ilyen egyéb opció, hogy egyéb pártra szavazna, és ott be lehet írni az adott pártnak a nevét, és itt egy-egy ember jelenik meg, de ugye ez annyira kicsi elemszám, hogy itt ezeket, hogyha 1%-nál magasabbra bukkan föl valami párt, akkor azt jelezni szoktuk, de itt egy-egy bemondás van, és itt ezeknek a pártoknak ugye nem nagyon van esélyük elérni az 1%-os küszöböt. Ön szerint ezeknek, amikor elkezdődik majd a kampányot, mennyire van esélyük, hogy mondjuk jobban láthatóvá váljanak? Ugye őnek legfontosabb lenne az 1% elérése, ugye a legújabb törvénymódosítás alapján is, ugye ne veszítsék el az államtámogatást, igen. Mindenképpen média jelenlétet kell konstruálniuk, vagy hát a médiában kell megjelenniük, valamint amit a többi nagyobb ellenzéki párt is elfelejt, az pedig, hogy legyenek ott helyben, és lábbal dolgozzanak, tehát kopogtassanak be emberekhez, álljanak ki standokkal, tehát hogyha észre lehet őket venni, és közel vannak az emberekhez, és az emberek problémáival foglalkoznak, akkor van esélyük, de azért már nagyon ideje lenne elkezdeniük ezt a kampányt ahhoz, hogy az 1%-ot elérjék. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen Nagy Dánielnek, a Nézőpont Intézet kutatójának, hogy megosztotta velünk a legújabb pártámogatottsági adatokat. Most műsor előzetesek jönnek, ma 8 órától híradó, utána pedig Lendva Ildikó, az MSZP volt elnöke lesz stúdiónk vendége. Köszönjük!